Befejeződött az országos rendkívüli haltelepítés az állami tulajdonú horgászvizeken. 18 nap alatt 324 horgászvízbe 1177 tonna pontyot helyeztek ki a Magyarországos Halszövetség szervezésében, közölte a szövetség elnöke Tiszafüreden, a Tiszatónál a telepítés utolsó helyszínén. Szűs Lajos elmondta, a kormány döntése alapján az elmúlt hetekben a magyar haltermelők megsegítése, munkahelyeik megtartása érdekében korábban soha nem látott nagyságrendű telepítési támogatáshoz jutottak az állami tulajdonban lévő horgászvizek halgazdálkodási hasznosítói. Ezeket a halakat a telelőből mindenképpen el kellett mozdítani, rendes vízre pedig nem lehetett helyezni őket, mert már megfelelő mennyiségű és méretűek voltak, tehát a mi szavainkkal fogalmazva piacos méretűek voltak. Amikor elkezdődött ez a dolog, szerintem senki nem gondolta, hogy a végén majd 18 nap alatt el tudjuk intézni ennek az 1200 tonna halnak a sorsát, és senki nem gondolta volna, hogy egyszerre segítünk a halászatban dolgozó 1500 munkavállalónak, a horgászattal közvetett módon foglalkozó, mintegy 2500 másik munkavállalónak, összesen 4000 ember munkahelyét próbáltuk megvédeni. Állami tulajdonú vizeinkbe állami vagyont növelünk azzal, hogy ezt a halat beletesszük, és a harmadik, a háromszor ad, aki gyorsan ad mondatban, pedig az, amit István is elmondott, hogy olyan lehetőséget biztosítunk a halasításra a természetes vizeinkre, amire még emberemlékezet óta nem volt példa. A telepítés a koronavírus világjárvány miatt elrendelt vészhelyzeti korlátozások fokozott enyhítése mellett hatékonyan szolgálja a dinamikuson bővülő szabadidő sporthorgászat, a horgászat versenysport, valamint a horgászturizmus újraindítását, valamint a halfogyasztás élénkítését is. Nagyon fontos minden segítség, amire a térségbe érkezik, hiszen ez a haltelepítés felhívja arra a figyelmet, hogy egyébként is egy halban gazdag terület a Tiszató, de ez a haltelepítés is mutatja azt, hogy még több hal, még több horgászsákmány kerül ide, az vonza a turistákat, vonza a horgászokat, vonza azokat a családokat, akik ide akarnak jönni a Tiszató partjára, és én azt gondolom, hogy minden olyan segítség, ami idejön ebbe a térségbe, azt meg kell köszönni, és minden olyan segítség, ami idejön, az csak erősíti ennek a térségnek a turisztikai szerepét. Szentpéteri Sándor helyettes államtitkár elmondta, Magyarország halgazdálkodási vízfelületeinek halállománya, természeti kincs, erőforrás, mindenkinek az a feladata, hogy ezzel fenntartható módon gazdálkodjon. Nagyon sok szereplős ágazatról van szó, és hát nagyon népes táborról, hiszen éppen most beszéltük, hogy a tavaszi fehova óta újra gyarapodott a horgászok száma, már több mint 600 ezer, úgyhogy a korábban mondott egy horgászra jutó egy hal most már matematikailag se jön ki, hogyha itt 2 kilós átlagsúlya számolunk, mert ez az 1200 tonna, ez körülbelül 600 ezer darab halat jelent. De én azt gondolom, hogy itt a Tiszatavon, ahol szerintem több százezer horgász fordul meg, hisz ez a második legnagyobb vízfelület, mindenki meg fogja találni azt az élményt, amit keres. És hát ezek a halak pedig közvetlen szolgálják azt, hogy hamar fognak élményben részesülni, hiszen már akkora méretűek voltak, amikor kihelyeztük őket, hogy egyből kondérba is kerülhetnek. Németh István, a MAHAL elnöke elmondta, az akció az egész közép-európai piacon emeli a hal árát. Az export indulásával a magyar haltermékek, elsősorban az élő hal, magasabb áron kerülnek a piacra, mint ezt megelőzően. Hegedűs Gábor, a Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője szólt arról, hogy a keddi záró telepítéssel is érintett Tiszató területére soha nem látott mennyiségű összesen 960 mázsa már fogható méretű hal érkezett. 96 ezer kiló került ide, mint ahogy D.R. úr ezt említette. 27 alkalommal 10 különböző ponton helyeztük a tározóba, a kollégáim is segítettek ebben. Jól kiválasztott helyeken, megfelelő marketing háttérrel, úgyhogy mindenki értesült ezekről a szállítmányokról. Ez körülbelül 38 ezer darab plusz halat jelent.
Ez azt jelenti, hogy az egyébként is rendesen fölívelő ponty programunkat ez még csak megerősítette, hiszen egyre több egynyaras pontyot telepítünk a tározóba, egyre kevesebb kétnyarast, és egyre még kevesebb háromnyarast, hiszen a tározónak a hal eltartó képessége rendkívül jó. Az idei évben csaknem 500 ezer darab ponty kerül a tározóba, hiszen a telepítéseket mi tovább fogjuk folytatni, ami általunk részünkre előírt mennyiségekkel, még két és három nyaras pontyokkal a nyár folyamán.